A demencia szakápolás ismereteit olvashatjuk ebben a könyvben, de van olyan is, amelyik a memóriaőrzéssel foglalkozik, mindkettőt Juhász Ágnes demencia specialista írta. A szakíró volt a vendége az Alzheimer Café Klasszik nevet viselő programnak. Itt arról tájékoztatta a demens betegek hozzátartozóit, hogy hogyan kommunikáljanak hatékonyan a demenciával élővel. Kerüljük az összetett mondatot, kerüljük az átvitt értelmű dolgokat, akár gesztust sokkal többet használok én konkrétan demens gondozásban, mint egyéb területein az életnek. Segít nekik, hogyha verbális kommunikáció mellett van egy ráutaló gesztus. Ugyanez nyilván jelekjelzésekben is igaz, tehát szó plusz kép, szó plusz piktogram is, az is egyszerű, érthető, egyszerű asszociációval működő dolgok. Szemkontaktus mindig tartjuk, soha nem közelítünk hátul, például demens beteghez, mert megijedhet, félreértheti a szituációt. Arról is adott tippeket a találkozón, mi az, amit semmiképp se tegyünk, ha demens beteghez szólunk. A kiabálás, tehát a megemelt hang az egyáltalán nem szerencsés, és az egyik legkönnyebb hiba, amiben belecsúszunk. Főleg házastársak nehezen értik a kornak a lényegét, nehezen értik meg, hogyha valaki 60 évig tudott valamit, akkor mától miért nem úgy csinálja, biztos csak azért, mert engem akar idegesíteni, és hát óhatatlan, hogy egyszer nem hallja, kétszer nem figyel, oda harmadszorra megemeljük a hangunkat, ez stresszor a demens betegnek, tehát a emelt zavartságán túl fokozódni fog az összeszedett. Az Alzheimer Café még januárban indult az előadásra akkor, és most is nagyon sokan voltak kíváncsiak, mivel valamennyien demenciával élő betegek hozzátartozói, ezért őket nem mutathatjuk. Nekik nyújt segítséget a program, amely a Veled is törődünk Egyesület PAKS szervezésében valósul meg. Mi igyekeztünk a hozzátartozók kéréseire az alkalmakat szervezni, úgyhogy a jelen alkalom és a jövő havi alkalmunk is Juhász Ágnes vendég meghívásával történik. A következő alkalomról előre így annyit elmondhatok, hogy a kihívást jelentő viselkedésekkel fogunk foglalkozni. Tehát a kommunikáció és ez a viselkedés típusok azok, amik a mindennapi életet nagyon-nagyon megnehezítik. A támogatók között szerepel Paksváros önkormányzata, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT, valamint a Dunakömlődi ízőrzőporta, akik most is a harapnivalóról gondoskodtak.